Évtizedek elteltével újra nemzetek közötti válogatott labdarúgó mérkőzést játszottak a Szexuális Sportcentrum centerpályáján. Nem éppen szokványosat. A megypiros mezben a rá jellemző nemzeti trikolorban a magyar focisták, kékben pedig a horvát játékosok feszítettek. Egytől egyik hallássérültek, mi több siketnémák, akik a futballban olyannyira kiemelkedőt nyújtanak, hogy hazájuk színeiben hamarosan újra kiléphetnek nemzetközi porondra. A magyar és a horvát válogatott is már a krétai közelgő Európa-bajnokságra készül. A magyar hallássérült srácok bizony nagyon nehéz csoportba kerültek. A világ első, Törökország is többek között ellenfelük lesz. Én szeretném meglepni az íreket, illetve a dánokat is. Nagyon-nagyon szeretnék tovább menni a csoportban, a realitás valószínűleg nem ezt mutatja, de aki tovább megy a csoportból, a világbajnokságon részt fog venni. Ez egy olyan álom, ami mindenkinek a nagy álma lenne. A horvátoknak is ez a legfőbb vágyuk, céljuk, kijutni innét a VB-re. Egyébként nincs lényeges eltérés a két csapat között, ezt a szexárdi felkészülési meccs is tükrözte. Le a kalappal a srácok előtt, amilyen lelkesedéssel és iramban játszottak, az ömében megyei másod és harmadosztályból érkező abszolút amatőr focisták. A szövetségi kapitánya látottak alapján nem volt elégedetlen fiaival a 3-2-es vereség ellenére sem. Kettő dolgot kértem a fiúktól, az egyik az a labda irányába való mozgás, ami kevés volt, tehát segítsünk a labdás játékosnak, és hogy koncentráljuk oda, és pontosak legyünk. Ha pontosak vagyunk, akkor eredményt tudunk elérni. Szöglet után a kapusunk talán egy picit alászaladt, gólvonalon pattogott a labda, valaki bekotorta. Ez benne van igazából. Mi próbáljuk felépíteni a támadásokat, és szeretném, hogyha akciógólt is lőnénk. A magyar válogatottban két Tolna megyei kötődésű hallássérült labdarúgó is helyet kapott, a Bonyhádról érkező 10-es számú mezben játszó Fejfel István, és a Madocsai 7-es mezt viselő Araszki István a kezdő csapatban kapott helyet. A Madocsai megyei másodosztályú felnőtt csapatban szereplő Araszkit sérülés miatt a második félidőben le kellett cserélni, de tanúsíthatjuk, a Böde tanítvány, amíg a pályán volt, jól futballozott. Az, ami itt van, ezt akarjuk méltóképpen képviselni, mert nem véletlen van rajtunk, nem véletlen tippeljük, nem véletlen van a szívünk fölött. És ezt az országot, mivel szeretjük, itt születtünk, ez a mi hazánk, ezért szeretnénk méltóképpen képviselni az Európa-bajnokságon, maximálisan. A lelkesedéssel, a küzdeni tudással nem lesz gond, ígéri és szimbolikusan mutatja is Huszár Lajos csapatkapitány. Tanulni kell, sokat kell harcolni, vannak formák, a hibák, azt javítani kell. Szeretném a csoportból tovább, és szép eredményt elhozni.